Hey everybody, this is Eric Worre and welcome to NetworkMarketingPro.com. Now, there's something about making up in numbers what you might not have in skills. This concept of say less to more people. Some people, you get a few people on your list and you just, you say so much to those few people, you say more to few, instead of saying less to more. So understand what I'm saying? Get out to more people. Don't worry about the people that you can't sell. Worry about the people that you can't see. Worry about the people that you haven't talked to yet versus the same person that you've talked to 15 times and 16 times and 20 times and 25 times. Don't worry about the ones you can't sell. Worry about the ones that you can't see. Get out there and say less to more people. Share tools to more people. Share your products to more people. Invite more people to events, not just the same ones over and over and over again. We have 7 billion people on planet Earth. There's more opportunity than those 7 people that you've been pounding on for forever. Get out there. Say less to more people. Don't worry about the people you can't sell. Worry more about the people that you can't see. That's our show for today. Ladies and gentlemen, my wish for you is that you decide to become a network marketing professional, you decide to go pro, because it is a stone cold fact that we have a better way. Now let's go tell the world. Everybody have a great day. Register for the webinar. And I'll see you next time. Take care. Bye-bye. Szia! Én Komár Zsolt vagyok, és úgy gondoltam, hogy ha némi időt eltöltöttem már a fordítással, feliratozással, akkor pár személyes kiegészítést is teszek ez az Eric Worre videóhoz. Nos, sokabban felmerülhet az, hogy hú, ez az Eric, ez nagyon tud, ez egy Isten király, császár, egy tudós, és én hogyan lehetek ilyen, meg soha nem lehetek ilyen, és hát most is olyan jó dolgokat mondod, de én hogy csináljam ezt meg? Biztos vagyok benne, hogy sok emberben megfogalmazódik ez, amikor látja ezt a videóját. Viszont én azt mondom, hogy ennek a magva vele gyakorlatilag csak az, hogy sok embernek mondjunk keveset, és akkor sok ember meg fogja találni azt, hogy érdekli-e az a kevés, amit mi akarunk mondani, vagy amit tudunk mutatni, vagy nem érdekli. És sokkal könnyebben meg tudjuk oldani ezt a kell, nem kell, mennem kell attitűdöt, ami nagyon fontos a mi szakmánkban. Na de hogy mégis hogyan érjenek el titeket az emberek, és ez egy nagyon fontos mondat itt, hogy mi van akkor, hogyha nem ti próbáltok kinyúlni és elérni szomszédot, Jóskát, Pistát, Bélát, nagymamát, hanem a Jóska, amikor észrevesz, hogy mivel foglalkoztok, és neki az előnyt, értéket adhat, akkor azt mondja, hoppá, mit lehet erről megtudni, és elkezd érdeklődni, elkezd kérdezni, elkezd követni. Na hát, ez sokkal egyszerűbb megtanulni szerintem, mint sok minden más. Én azt javaslom, hogy beteszek ide egy linket majd, ide a videó köré, attól függően, hogy a YouTube-on vagy Facebook-on látod ezt, alá fölé mellé, kattints a linkre, és szánd rá azt a 2 órát. Nagyon komoly szűrő. Nem sokan fogjátok rááldozni ezt a 2 órát arra, hogy megtudjátok azt, hogy hogyan lehet másképpen. De egy biztos, hogy lehet másképpen, és az is biztos, hogy tényleg nagyon jók ezek a hagyományos személyes megközelítéses módszerek, de nem mindenki számára alkalmasak. Nem mindenki tudja őket megtanulni, nem mindenki tudja őket csinálni. Úgyhogy nézzetek meg valami mást is, aztán döntsétek el, hogy akarjátok vagy nem. Tudjátok, kell, nem kell, nem kell. Úgyhogy szép napot, és azt kívánom, amit Erik. Döntsétek el minél többen, hogy network marketing profik lesztek.